lassú program kínálatában különböző színpadi produkciók, kiállítás, gyermekjátékok szerepeltek. Bemutatkoztak a kerület iskolái és óvodái, népszerű együttesek esti koncertjei és hagyományos szakmák interaktív műhelyei gondoskodtak az egész napos szórakozásról. A búcsú látványos, az egész család számára izgalmas, tartalmas kikapcsolódást ígért az idén is. És mert nincsen búcsú vásár nélkül, a színes és színvonalas rendezvények állandó hátterét a kézműves vásár alkotta. Válogatott és igényes portékáival teremtve meg az igazi hangulatot. Nagyon szépen köszönjük, nagyon jól éreztük magunkat a színpadon. Te jól érezted magad? Igen. Igen. Jó volt együtt énekelni? Igen, jó volt énekelni. Hoztunk nagyon szép énekeket, meg csúfolódókat, meg verseket is, és azt mind most elénekeltük, mert tanultunk Zsuzsa nénivel a tornaterembe. Zsuzsani, mondd el, hogy hogy készültetek erre a mai napra. Igen, hetente többször találkoztam a gyerekekkel, összegyűjtöttem azokat a mondókákat, énekes játékokat, csúfolódókat, amiket úgy gondoltam, hogy közösen együtt egy vidám kis délelőttön elő tudunk adni, és tényleg nagyon jól éreztük magunkat a próbák alatt is. Nagyon sokat nevettünk, igaz, Bori? Sokat mókáztunk, és tényleg nagyon jó volt velük együtt dolgozni. Utolsó telézárosi búcsútok, mind bajzás növendékek, diákok. Hogy éreztetek magatokat, mit hoztatok ma nekünk? Nagyon jól éreztük magunkat. A módvai táncokat hoztunk, 4 fajtát, öves, kezes és bulgarieszka. Hogy készültetek a mai napra? Hát csak hetente egyszer, keddenként délután, és annyi elég is volt. Hogy állt össze a csapat? Mit lehet tudni rólatok, a táncosokról, néptáncosokról? Hát mi körülbelül már 8 éve néptáncolunk, 2 éve szakkörszinten, és alsóban ugye kötelező szinten, és néhány hetedikessel. Nagyon szeretünk Magyarországon fellépni, és nagyon szeretünk Budapesten fellépni, és ráadásul Terézváros kimondottan a kedvencünk, mert itt nőttünk fel. Úgyhogy nagyon szeretjük Így ezt van, a kerületet. Az Artista Képző Központ, és azért is kötődünk még jobban ide a kerülethez. Nagyon gyönyörű napunk van, tehát hogy iszonyatosan jól sikerült még kifogni erre a hétvégére is, hogy ilyen szép időben legyen ez a rendezvény. Bátor jelentkezők is voltak. Természetesen mindig akad bátor jelentkező, és hát mindenkiben van egy kicsit ilyen megmutatásvágy, hogy szeretné ő is a színpadon megmutatni magát, és a Ripple testvérekkel együtt. Hát erre most lehetőséget adtunk, reméljük, hogy jól is érezték magukat a résztvevők. Nagyon kellemes a program idén, és természetesen itt voltunk már reggeltől, több programon részt tudtunk venni, és körbe jártunk a vásárban, és még egy különleges esemény is volt, hiszen pont minket szúrtak ki a Rippel testvérek, úgyhogy a gyerekemmel a színpadon is járhattam. Mi volt a feladatod a színpadon? Először is egy minden eddiginél keményebb bemelegítésben kellett részt vennem, kicsit segítettek benne, és utána 3 férfi társammal együtt egy akrobatikus mutatványt mutattunk be, ami gyakorlatilag könnyebb volt, mint gondoltuk, de nagyon jól nézett ki. Mit szólsz ez a vásárhoz? Én nagyon örülök, hogy itt van újra, mindig körbenézünk, hiszen sokszínű abszolút a gasztrokalantól egészen a kézműves termékek is, sok minden van, úgyhogy kóstolgattunk is, vettünk is sok mindent, úgyhogy lesz még emléknek több héttel később is mit kibontani.
nagy öröm ide Terézvárosban mindig visszajönni. Óriási szeretettel fogadják az embert, mindig az az érzésem, mintha családtag lennék, mintha itt a kulturális élet egy nagy család lenne, és mindig valami újat próbálnak kitalálni, és iszonyatosan izgalmas helyszínek vannak. Én nagyon szeretem ezt, amikor így az utcára ki lehet jönni, most az idő is kedves volt, de ugyanez itt a Hunyadi téri Piaf koncert, és egy ilyen nagyon maradandó élmény, hogy az utcáról sétáló emberek egyszer csak megállnak, és így együtt elvarázsolódunk a zenébe. Most is azt éreztem, hogy lehet, hogy valaki csak véletlenül erre járt, mert ez egy utca, és mégis így a zene ereje, meg a közös élmény ereje, meg a kultúra ereje megállítja, és ez itt mindig ugyanez az élmény itt Terézvárosban. Bárány felhők úsznak fent az égen, jön a gólya, gólya sétál, lépeget a réten. Nyúlik messze délután az árnyék, jön a cica, csendben szépen macska mancsa járvék. Régi terézvárosi arc, egykoron itt élt Terézvárosban, most ugyan egy kerülettel odébb, de azért visszahúzza a szíve, hiszen elmondta, hogy riporton kívül, hogy a Hunyadi téren jár bevásárolni, és most itt van a terézvárosi búcsún. Igen, ez valóban így van. 6. kerületi lakos voltam nagyon sok éven keresztül, most a 7. kerületben lakom, de ennek ellenére is ugyanide járok a piacra vásárolni. Ma délelőtti vásárláson is már túl voltam, itt hazamentem, elvégeztem a házi munkámat, és mint ahogy a kedves Zsolt mondta, visszahúzott a szívem, és most ismét itt vagyok a búcson, nagyon jól érzem magam. Fantasztikusak a programok, nagyon sok program van a gyerekek részére, és ez nagyon nagy élmény, úgy látom mindenki számára. És engedje meg, hogy gratuláljak, fantasztikusak voltak. Ez itt egy nagyon új dolog itt a terézvárosi búcsú, mert eddig még komoly zene nem hangzott. Egy pár mondatban mutassuk be a családot. Feleségem, amikor se kerültünk, és összeházasodtunk, akkor határozott szándékkal az eskünkhöz híven teljesítettük, hanem amit vállaltunk, azt teljesítettük. Az, hogy ahány gyermeket mi kapunk, annyit el is fogadunk. Ezt azt hiszem, hogy most 82 éves fejjel elmondhatom, hogy ebben az egyben, ha másban nem is az életben, de ebben azért azt hiszem helyt álltam. Azt még áruljuk el a kedves nézőknek, hogy az együttes hogy tevődik össze generációkon át. Hát először is a családban 11 gyermek született, amiből egyik nem született meg, tehát idő előtt elhalt, de így vannak 10. Ezzel a társasággal, akkor még kicsik voltak, ezzel a társasággal megjártuk tulajdonképpen fél Európát, különböző helyekre meghívtak bennünket. Meghívtak, és szerepeltünk Belgium, Olaszország, Németország, Franciaország, ezeken a helyeken fölléptünk mi, meghívás alapján. Nem a koncerttermekbe, hanem mások hallották, és azt mondták, hogy menjünk és csináljunk, játszunk. Megfordultunk börtönökbe és templomokba. Hogy érezték magukat a terézvárosi búcsón? Nekem nagyon tetszett. Szóval az, hogy lehetett összehozni ilyen színesre, mert korábban érkeztünk és hallottuk a többit is. És a közönség, aki ott van ott, és ül és hallgatja, és tehát őnek is jelent valamit. Kell az embereknek nyújtani, nem csak munkát, hanem szórakozást és időnként. És ez itt megtörtént. És jó szórakozást, színvonalas. Nem azért, mert mi szerepeltünk, nem azért, hogy beszéljük a színvonal, hanem amit mi itt láttunk, az tényleg színvonalas. Kérdeztem, hogy van-e nálad napra, és tagadtad, de megláttam, hogy itt az ingyenem
Volt egy 200-as. Bizony, ez itt volt. Itt van még egy, nézd csak. Néhány perce még a tietek volt a színpad, most az Ocsomacsó koncertek készülünk. Hogy éreztétek magatokat? Én nagyon jól éreztem magam, nagyon jó volt a közönség, értő közönség volt, és azt mindig szeretjük, úgyhogy meglettek egy kicsit mozgatva, gyerekek is voltak, én ugye bűvészkedek, tehát megpróbáltam egy kicsit a gyerekeket is bevonni a bűvészkedésembe. Remélem, hogy még tudunk ide jönni, máskor is fellépni, és máskor is tudjuk majd szórakoztatni a nézőket itt. Drága hölgyek és urak, barátaink, engedjétek meg, hogy már most, így az elején, pofátlanul megkérdezzen azt, hogy szombat este velünk Terézvárosban. Mennyire érzed jól magad ilyen picikét, vagy ennél jobban nagyon? Csodálatosak vagytok, engedjétek meg, hogy tovább menjve a hangommal, talán elérod a hátra is, hogyha itt vagytok velünk mindenki, ez a magas beérkezés, és egy jó nagy üvöltést ide föl! Hát de nagyon szépen köszönjük, óriások vagytok! Zenekar, listen! Idén vagytok 15 évesek, hogyan indult a zenekar? Hát nem tegnap és nem is a múlt héten, ahogy mondta, 15 évvel ezelőtt egy ilyen baráti társaságból verbúválódott össze egy hétköznapi garázs, ami próbateremmé lett átalakítva, és tulajdonképpen hosszú hónapok teltek el, még nem történt zeneileg nagyon semmi, és aztán az első sikeres ilyen IFA platón fellépés aggregátorról lenyomott buli után döntöttünk úgy, hogy igazándiból lehetne ezzel komolyabban is foglalkozni, és ez 2003-ra datálódik. Egy pár mondatban bemutatnád az együttest? Hát nézd, én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos infó rólunk, talán négy nagy lemezünk jelent meg, ebből három platina meg arany lett. 2015-ben pedig a nagy színpad tehetségmutató verseny nyert a zenekar, aminek az egyik díja az volt, hogy Robbie Williams előtt játszottunk a Sziget Fesztiválon, illetve Hollandiában a Eurosonic Fesztiválon mi képviseltük az országot, és aztán jött a Volt Fesztivál nagy színpada, meg a strandon is ott voltunk, úgyhogy igazándiból szerintem a zenekarnak a mottoja az a leginkább az illene, hogyha egy mondattal kellene összefoglalni, hogy antidepresszáns koncerteket adunk, járjuk az országot, Európát, és ahova hívnak, oda megyünk, ahova nem, oda nem megyünk, csak próbálkozunk eljutni. Szent Teréz szeméből jóság és szeretet sugárzott. Rendíthetetlenül munkálkodott rajta, hogy jobb helyé tegye a világot. A nagy társasági életet élő Teréz szerzetesként is örömöt és vidámságot vitt a körülötte élők közé, hogy a derű uralkodjon a kolostorokban. Mindenek előtt azonban Szent Teréz az ima mestere volt, aki eljutott az Istennel való egyesülésre. Ennek ellenére nem az általa is megtapasztalt lelki élményekben, látomásokban látta a szeretet teljességét, hanem az emberi akarat Isten akaratába való beléhelyezésében. Szent Teréz, a rászorulók jótevője, emberek millióinak szolgál ma is példaként. Avilai Nagy Szent Teréz ünnepe nem csak a templomnak az ünnepe, hanem az egész kerületnek, egész Terézvárosnak az ünnepe, hiszen a kerület Mária Teréziáról kapta a nevét, de tulajdonképpen Mária Terézia védőszentje is a keresztségben, ami Avilai Terézünk volt, aki ennek a templomnak és ennek a közösségnek is a védőszentje. A búcsú ünnepével éppen ezért nem csak a templomban szeretnénk megünnepelni a mi védőszentünket, hanem az egész kerület számára szeretnénk, hogy ez a tudomásukra jusson, mit jelent Szent Teréz élete, és mit jelent a védőszentünknek az élete. Ezért van a körmenet a Szent Mise után,
bent a keresztények, katolikusok a legszentebb áldozat bemutatásával az utolsó vacsorára emlékezve ünnepelnek, utána pedig énekelve, zenélve, egy ilyen színes felvonulás, körmenet formájában pedig a kerület minden lakosa számára vallástól, hovatartozástól függetlenül szeretné megmutatni a mi védőszentünknek az örömét, hiszen Szent Teréz egy olyan apáca volt, akinek öröm volt, hogy Krisztushoz tartozhat, és nem mindig Jézusról beszélt, hanem az élet legapróbb dolgait olyan szeretettel, odaadással és örömmel élte meg, amely hatással volt az egész környezetére. Hát nyilván akkor, amikor sok fájdalmunk, meg sok nehézségünk van, akkor hajlamosak vagyunk lehajtani a fejünket, és nem tudni fölfelé tekinteni. Hát én remélem, hogy ez a mai ünnep abban segít a terézvárosiaknak is, föl tudnak tekinteni egy ilyen nevető, vidám szentre, és egy kicsit segít a gondok megoldásában, és abban, hogy ezek hogyan lehet felülkerekedni. Szent Terézennek nagymestere volt, aki elolvassa az életét, vagy olvas az ő műveiből, biztos, hogy ezt meg fogja tapasztalni. Én így kívánok minden terézvárosinak nagyon szép terézvárosi búcsúi napokat. Nagyon örülünk, hogy kijöhettünk a Terézváros közrendjéért, közbiztonságáért közalapítvány a rendőrséggel karöltve az idei búcsúra is. Hoztunk különböző kreatív játékokat, kereszttesztet hoztak a rendőrök, és nagy örömünkre szolgál, hogy nagyon jó időnk van. Mindennapos jó tettek nyomán és születhetnek csodák. Erről beszél az idei kitüntetettek elhivatottsága és életútja. Az irántuk érzett tisztelet adta az ötletet, hogy mostantól rövid filmek segítségével mutassuk be önöknek, miért vagyunk büszkék rájuk, és miért éppen rájuk esett a választás a sok kiváló jelölt közül. A remek kisfilmek pedig a 6-os csatorna stábjának munkáját dicsérik. Mint minden évben, ez alkalommal is a búcsún adták át a terézvárosi elismeréseket. Terézváros díszpolgára, posztumusz, Darvas Iván, kétszeres Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze. Terézváros díszpolgára, professzor dr. Prugberger Tamás egyetemi tanár. A Terézvárosért kitüntetést kapta Bódi Csilla, a Bajza utcai általános iskola igazgatója. A Terézvárosért kitüntetést kapta Herzlné Rohonyi Olga, a Terézvárosi Mozgássérültek Egyesületének vezetője. From Pál emlékére dr. Nagy Sándor háziorvos.
Terézváros mestere, Zámbori Vilmos ortopéd cipészmester. Terézváros sportolója, Csabai Edvin, 17-szeres maraton kenu világbajnok. Tulajdonképpen nagyon jól zajlott le a mai díszpolgári esemény, ami minden eddigi díszpolgári eseménynél több volt, talán, ha lehet ezt mondani, a kitüntetettek megünnepléséhez, és azok a kisfilmek, amelyeket sikerült megalkotnunk a 6-os csatornával közösen, azok nagyon-nagyon jól sikerültek, és nagyon jól bemutatták azokat az életútokat, amelyekre büszke lehet egész Terézváros. Rendkívül jó érzések vannak bennem. Egész különleges érzés az, amikor az embert ott ismerik el, vagy ott tüntetik ki, ahol született és ahol felnőtt. Ezt már mondták nekem mások korábban, de most így átélve ezt megerősíthetem, tehát fantasztikus érzés volt, és tényleg a torkomban dobogott a szívem, amikor fölmentem. Bajzolcai általános iskola, akik nagyon szép számmal képviseltették magukat ezen a rangos eseményen. Meglepődtél? Mi volt a gondolatod, amikor megláttad és meghallottad a Bajza himnusz első sorát? Igazából úgy sejtettem, hogy fognak jönni, mert hát ugye a Facebook erre lehetőséget adott, és én ezt láttam, de én ezt nem gondoltam, hogy könnyeimmel küszködtem. Zsófi szólt is, hogy nem szabad elsírnom magam. Hát az öröm könnyei. Az ember érzi, hogy ennyien szeretik, az egy nagyon-nagyon jó érzés. Én igazából ugye talán a színészek érzik azt, amikor a tapsot hallják a színpadon, én ezt most érezhettem meg, hogy ott van egy nagyon nagy szeretet mögötte is, és hát ez felemelő érzés volt. Miért szereti Terézvárost, és miért szereti a Szondi utcai rendelőt? 25. éve lakom itt ebben a kerületben, nagyon megszerettem, így ahogy van, az utcákat, a házakat, a környezetet, hogy minden közel van, hogy gyalog eljutok a munkahelyemre. De most az utóbbi években tényleg olyan fejlődésen ment keresztül, nincs olyan utca, ahol ne újítanák fel az épületeket. Még a 25 évvel ezelőttihez képest is sokkal otthonosabb és sokkal élhetőbb a környezet. Mit jelent számodra Terézváros, mit jelent számodra ez a kitüntetés? Óriási meglepetés volt, és nagyon-nagyon megtisztelve érzem magamat, mert azért volt meglepetés, mert én ugye, mint a mozgássérültek vezetője, teljesen természetesnek veszem azt, hogy a mozgássérülteken, amit tudok, segítek. És én nem gondoltam, hogy ez egy olyan különleges dolog, ami kitüntetést érdemelne. Nagyon jól esett, és nagyon nagy megtiszteltetés volt ez számomra. Professzor úr, az elmúlt órákban nem kisebb megtiszteltetés érte önt, mint hogy Terézváros díszpolgára lett. Mit jelent ez az elismerés, és mit jelent számára Terézvárosban élni, alkotni? Hát ez sokat jelent a számomra, így büszke vagyok rá. Amikor így elköltöztem, akkor az vezetett engem így, hogy egy kulturális terület, Terézváros egy kulturális, ahol lakom, ott komoly emberek, professzorok, szellemi, a kutatók laknak, és laktak korábban is, most is, és valahogy a légköre ennek a városrésznek egy ilyen szellemileg magasabb, szóval érezni azt, hogy itt olyan polgárok laknak, akik azért akik magukének érzik ezt a területet, és valahogy ez vonzott engem ide. Nagyon büszke vagyok elsősorban édesapámra, mert ő neki köszönhetem. Hát nem azt mondom pontosan, hogy van szigor, de nagyon szigorúan fogott, és nekem tulajdonképpen el kellett sajátítanom a tudományt. Na most ez egy idő után, hál' Istennek ez beérett, mert már 3 kitüntetést kaptam, ez a 4., és nagyon szépen megköszönöm, aki bízott bennem ilyen értelemben, és megkaptam ezt a lehetőséget, hogy átvessem ezt a díjat. Figyelj, bemelegítésképpen, jó, itt az első sorban már elindult a dühökés.
De kicsit átép, középen ott átép. Gyere magasba a kezeket! Felpörög a légzés. Mint egy csillagszóra gyújts fel, szikrázunk az éjjel el. Jássuk el úr, a tényleg most a nyújat. Mint egy csillagszóra gyújts fel, szikrázunk az éjjel. Idei búcsú tematikája a család évéhez kapcsolódott. Ennek megfelelően több olyan előadó szerepelt a színpadon, akik között valamilyen családi kapcsolat volt. Tulajdonképpen kiemelhetjük a most fellépő együttest is, illetve a tegnapi nap folyamán egy egészen újdonsága szolgálhattunk a érdeklődők számára, ez pedig egy klasszikus kamara együttes volt. És nagyon nagy sikert arattak, teljes családdal vonultak föl. Úgy jutj el, tudom, hogy ezt akarod, mert a fenc is ne gondolkod, jöjj most el. Úgy jutj el, csak egyszer élünk is gondos, csak egyszer élünk is gondos. Általában kellemes a hangulat ennek a rendezvénynek, szép napsütés, meg a vásárosok, a fűszerillat, a sülő lángos illat, a kellemes zene, különféle műfaj, és hát szóval úgy általában az embereknek kell az ilyesmi. Tehát kicsit jobb volna, hogy több fa volna, de hát ezzel nem nagyon sokat lett, be van építve a város, de attól függetlenül szép azért ez a vásártéres. Hát a vidék egy kicsit felköltözik Pestre két napra, mert vidéki árusok is jönnek az ország minden részéből, ez is kellemes. A Terézvárosi Napok búcsú rendezvény sorozat utolsó koncertjénél tartunk, utolsó percek, és lezárul az a kétnapos rendezvény sorozat, ünnepség sorozat, amit Terézváros önkormányzata nyújtott. Én remélem, hogy nagy sikerrel a terézvárosiak és a budapestiek, illetve az ide látogatók részére. Nagyon sok megható pillanat volt. Én azt gondolom, hogy ezt a kedves nézők is látják majd, hogy a kitüntetések a legmegfelelőbb helyre kerültek. Olyan emberek kapták, olyan közösségért tenni tudó fantasztikus emberek, akik méltán érdemelték ki ezt a kitüntetést. Most minden a miénk, itt minden a miénk, itt minden a miénk. Érdekes volt a fellépés, mert arra gondoltam közben, hogy nyomom a színpadon, örjöngök, sikítozom, és egyébként meg két sorokkal arrébb van a Madách Színház, ahol egyébként, hát azt gondolom, hogy most az elmúlt fél évben majdnem minden este játszottam. Úgyhogy egy különleges élmény volt a mai, és hát különleges élmény abból a szempontból, hogy mennyire más volt, hogy ugye a Madách Színházban ülnek az emberek, a végén tapsolnak, most meg nekem arra kell törekednem, hogy folyamatosan az emberek intenzíven táncoljanak, örjöngjenek, imádják a koncert, imádják minden hangját a koncertnek, és egy jó volt, hogy a végén tényleg azt éreztem, hogy rengeteg külföldi volt egyébként, tényleg azt éreztem, hogy egyszer csak egy nagy tömeg, egy nagy masszává alakul a közönség, és együtt énekelnek, együtt táncolnak, még ha nem is tudják a szöveget. Úgyhogy azt éreztem, szóval tényleg szoktuk mondani, hogy ez egy bíbős család egyébként, tehát hogy a bíbős család, és koncerteken szoktuk mondani a végén, hogy köszönjük szépen a bíbős családnak, hogy ilyen jól érezték magukat, hogy itt voltak, hogy szerették a koncertet. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy amikor arra gondolok, hogy családok éve, akkor a bíbős család az egy jó emlékként fog felbukkanni majd, amikor visszagondolok arra, hogy a Terézvárosi búcsón itt volt a Biebers, kimentem, vagy ismertem őket, vagy nem ismertem őket, azt éreztem a végén, hogy ez az. Mi tényleg egy család lettünk a végére. Táncoltunk, énekeltünk, és ez az, amiért jöttünk. De Tampi nem tudta, hogy hozzám indult.